Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Grinket és Do It Yourself, és ma egy újabb érdekes barkács projektbe kezdünk. Ugye sokszor készítünk lámpákat, ma is azt fogunk csinálni. Egy konyhai lámpát, ugye? Hát konyhai, nappali, bárhova illő lámpát. Egy ilyen felfüggeszthető, lelógatható lámpát, igen, ugye? Hát lámpát készíteni nem túl bonyolult, hiszen szinte minden ötlet megengedett. Mi most gyümölcs tároló kosárnak hivatott kosárkából fogjuk elkészíteni a búráját. Igen, ezek lesznek a lámpabúrák. Igen, és hát ez ugye már maga a lámpabúra, egy az egybe, és csak a függesztett foglalatra van már szükségünk, amely miután három darabból lesz, ezért egy rúdon fog átmenni, hogy ez egyben tartsa őket szépen. Így van, és akkor így lesz majd felfogatva a falra, illetve ez a rúd fogja garantálni azt, hogy némi súlyt képez ugye a végén, ami egy picit azért húzza lefelé ezt a, vagy ezeket a lámpákat, így azért sokkal jobban egyenesbe fog állni, illetve nem fordulhat elő az, hogyha berontunk a szobába, és akkor nagy húzat keletkezik, akkor így össze-vissza mozog minden, igen, hanem hát inkább egyben. Ez a többágú csillárokra jellemző. Ezt a fát, ezt meg fogjuk egy picit csiszolni, aztán pedig leápoljuk szerintem egy lakkozással, és akkor egy szép fa mintája lesz, ami a fekete színhez valószínűleg illeni fog. Így van, viszont lakkozás előtt és minden előtt először megpróbáljuk összeállítani, megnézzük, hogy akkor hogy néz ki, és akkor utána jön a lakkozás, illetve majd utána fogjuk föltenni, de szerintem kezdjünk is bele, és akkor meglátjátok, hogy hogyan kell.
Nos, összeállítottuk nagyjából a lámpát, most akkor jön az első próba, megnézzük, hogy hogy néz ki ez így élesben. Aztán pedig szét fogjuk szedni, és akkor elkezdjük lakkozni, ugye? Igen, a fa újabb szépségápolása következik még. Azt, hogyha be tudod nekem igazítani, akkor én ezt fogom. Ugye még most a, tehát majd ez a plafonon fog rendesen rögzülni. És akkor gyakorlatilag így néz ki a dolog, szerintem ez itt látszik is. És nem is lett rossz. Nem lett rossz, abszolút. Hoppári. Hát ilyet is lehet vele csinálni, az egyiket lejjebb helyezzük. Akár ilyesmit is lehetne csinálni, igen, hogy akkor egy kicsit így engedünk rajta, vagy följebb. De ez majd az felszereléskor eldől. Szerintem tegyük le, ez jó lett. Annyi, hogy akkor most szét kell szedjük, legalábbis annyira, hogy a fát leszedjük róla, és akkor azt szépen le fogjuk lakkozni, aztán pedig már csak a feltétel marad, ugye? A végső helyszíni. Fotók. A helyszíni fotók és a helyszíni feltétel, úgyhogy most akkor szétszedjük, lakkozzuk és feltesszük. Nos, hát kész vagyunk a lámpával, itt közben a közeli képeken már láthatjátok is, hogy hogyan néz ez ki a valóságban, szerintem nagyszerű lett. Igen, és nem nagy befektetéssel nagyon szép lámpákat csinálhatunk. Így van, annyit kell még tudni az egészről, hogy ugye ezek a függő lámpák, ezek ilyen szövettel körbevont dróttal rendelkeznek, vagy vezetékkel, amik azért egy kicsit jobban néznek, illetve sok különböző színbe is lehet őket kapni, tehát megbolondíthatjuk bármivel. Igen. A fantázia itt nem ér véget, hogy ilyen lámpát csinálunk. Itt azért a drót keretekkel lehetne nagyon szép és modern lámpákat még előállítani. Abszolút, tehát azokat is külön-külön színezhetnénk, vagy akár ha nem fát tennénk az összefogatásra, vagy akár semmit, tehát az is megoldható, hogy nem fogadjuk őket össze, különböző magasságokba engedjük, vagy ha összefogadjuk, akkor a fa helyett esetleg fémet használunk, az is például nagyon dizájnos lehet, és különböző színűekre tudjuk lefesteni. Igen. Úgyhogy itt csak a képzelet szapatárt, mi mutattunk egy alapot, innestől kezdve rátok van bízva. Ugye? Igen. Jó, hát ennyi volt mára, hogyha tetszett, akkor mindenképpen csináljátok meg ti is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!